Sziasztok! Nem egy virág nőtt ki a fejemből, hanem itt vagyok most a szobában, mert egy picikét. Hát egyszerű volt itt a nagygépen egy új felhasználó fiókban preparálni a mostani videóhoz dolgokat, mert nekem ott rengeteg szerver neve, minden fő volt víve, úgyhogy rengeteget kellett volna takargatni, és akkor itt pont a lényeg kevésbé feltűnő, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor itt bent kuksolunk most ebben a sötét sarokban, és létrehoztam itt a megfelelő új felhasználói fiókot, aki alatt dolgozhatunk. A mai témakör, ugye ez már fölmerült kérdésként, hogy hogyan érem el a rútereimet. Ugye a rútert az többféleképpen el lehet érni. Már az ügyfél rútereit értem szerint a neten keresztül. Tehát, ha oda megyünk, az nem biztos, hogy a leghatékonyabb. De egyébként az is egy módszer, hogy igen, oda megyünk. A másik lehetőség, hogy csak úgy nyakra főre egész világ számára elérhetővé tesszük a routerünket, nem biztos, hogy ez is a legjobb ötletek közé tartozik. Kettő jó ötlet van, az egyik, hogy van rajta egy VPN kapcsolat, és be-VPN-ezünk, és gyakorlatilag belül érjük el. Ez az egyik jó ötlet. Ennek egy problémája van, ha pont a VPN van éppen eltekergetve, valamit ott variálunk, és elcseszünk valamit, akkor utána nem fogunk tudni vissza-VPN-ezni, és elérni a routert, úgyhogy én leggyakrabban, van olyan, ahol így van megoldva, de a leggyakrabb módszer az, hogy nekem van fix IP címes bérelt szerverem, találjátok itt róla a videót, 300 forintos, valami ilyes, 300 forintos szerver, valami ilyesmi bele van írva a címébe, és gyakorlatilag nekem van több ilyenem is, és az egyiket használom arra, hogy arra én belépek, neki fix IP címe van, és a routereken egyetlen egy irányból, ebből a fix IP címes irányból lehet elérni a magukat routereket. Tehát úgy van konfigurálva a router, hogy ha kívülről kell menedzselni, akkor csak arról az egy fix IP-ről. Na de ugye ez a szerver az nem itt van, hanem egy távoli, talán olaszországi szerver, azt hiszem, tehát értelemszerűen valahogy nekem el kell hitetnem ugye a routeremmel, hogy arról az IP-ről kell jönnöm, illetve arról is kell jönnöm tulajdonképpen. Erre nekem, hát most már mondhatni, ahogy öregszem, több évtizedes sajnos kedvenc eszközöm az SSH port forward, amikor ugye az SSH alagutat létrehozunk, és ezen az SSH alagúton keresztül hát valamilyen portokat, akár helyi portot, akár távoli portot lehet forwardolni. Gyakorlatilag egy ilyen fapados VPN-nek is használható, sőt, van olyan ügyfél egyébként, tehát ott előre le vagyunk gyártva scriptek, mert annak ide az volt az igény, hogy egy ember lépjen be, aztán már több is lett utána, úgyhogy akkor nem lett VPN fölszögelve, hanem ilyen SSH portforwarddal lépnek be távoli asztalon keresztül, de ez most lényegtelen. Csak ezt azért említettem meg, mert rengeteg dologra használható az SSH portforward, és ez az egész SSH tunelezés. Most megmutatom Windows alól és Linux alól is, hogy hogyan érem el én a routereimet. Értelemszerűen a saját szerverem nevét is megváltoztattam, meg az ügyfelét is. Létrehoztam itt a gépen aliaszt, úgyhogy nem az igazi címekkel fogjátok látni a kapcsolódást. Puty utálók most majd belém kötnek, de nem baj. Én Windows-on még mindig a puttyot használom, úgyhogy az legelső dolog, hogyha Windows-on vagyunk, akkor egy puttyot én elindítok. És hát itt elmentettem a munkamenetet, tehát ez itt el van mentve saját szerverem default settingsként, és az én gépem, amire csatlakozom, az a saját szerverem.kp, és az 54.4.21-es portra csatlakozom. Tehát nem a 22-es portra. Van is itt a csatornán egy ilyen videó, hogy harc a robotok ellen, ott mutatom meg, hogy például nekem a 22-es porton mi fogadja a látogatókat, tehát ott kapásból egy automatikus tiltólistára kerül, aki a 22-es porton próbálkozik. Szóval, ez van egyszer beállítva, meg kell adni az én szerveremet, ez a saját szerverem.kp, a kp az a kernel pánik rövidítése. Aztán, mivel jelszó alapos autentikációt SSH-n 15 éve nem illik használni legalább, de lehet, hogy már 20 vagy francsat, ugye összefolynak az évek, kulcs alapú autentikáció van, ezt pedig ugye a kulcsot le kellett generálni, létre kellett hozni, ez pedig ugye itt az out van megtalálható,
Hát itt most egy Bencus nevezetű felhasználó van beüzemelve, ez az asszony öccse, neki hát annak idején játékra ez a profil létrehozva, de ott most belaktam, mert üres volt. Tehát itt van a kulcs, ami kell a csatlakozás, és egy nagyon fontos dolog, meg kell adni, hogy hát mégis hova szeretnénk tunelezni. És hát itt látható, ha ezt a remove-val innen eltávolítom, akkor jobban látszik, hogy miket állítottunk be, ugye IPv4 a kapcsolat, a forrásport a 8291, ugye ez a Winbox port, és a destination, az pedig a másnak a gépe.org 8291-es port. Ez a másnak a gépe.org, ez is egy valódi gépet takar természetesen, csak itt ezzel a álnévvel kimaszkoltam ezt a dolgot. Ezzel elérjük azt, hogy a saját gépünknek a localhost interfészén, a 121.0.0.1-en, hát Windowson többen is, de elérjük ezt a 8291-es porton a távoli gépnek a 8291-es portját. Tehát van a világ végén egy szerver, vagy egy router, vagy bármi, és annak a 8291-es portját érjük el a mi helyi gépünkön. De mindez úgy történik, hogy becsattogunk a saját szerverem.kp-re, ide belses házunk, és innen indul egy port továbbítás gyakorlatilag a távoli gép és a saját szerverem között van, majd forwardolódik a helyi gépem localhost címére. Ezzel elérem azt, hogy tulajdonképpen én a saját szerveremre csatlakozom, és a saját szerverem csatlakozik a távoli routerre. Tehát magyarul bárhonnan lépek föl, mindig az én fix IP címes virtuális szerverem VPS-em csatlakozik ahhoz az eszközhöz, így elérem azt, hogy arról az egy fix IP-re jön a csatlakozás. Na mutatom, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, mert már sokat pofáztam. Rányomok egy Open-t, és ha mindent jól állítottunk be, akkor kér egy felhasználói nevet, ami jelen pillanatban úgy fog kinézni, hogy Musashi, főleg ha meg tudom gépelni. Kéri a kulcsnak a jelszavát, mert a kulcs még jelszóval is van védve, ezt most bepötyögöm. Nagyon remélem nem látszódott, nem, főleg úgyis elrontottam. Mi a halál van? Ja. Itt a másik jelszó van. Oké. Bent vagyok a szerverem. Meg is tudjuk nézni, nyitok egy topot. Ez a szerver 787 napja volt utoljára újraindítva. Most ez az én szerverem még. De már létrejött az alagút, úgyhogy ha most elindítom a Winboxot, amit letöltöttem, a friss Winboxot nem ide töltöttem, akkor az asztalom van, itt van az asztalom van, akkor innentől fogva a 127.0.0.1-re csatlakozom, tehát látható a localhost interface, nyomok egy connectet, akkor ha mindent jól csináltunk, akkor be kell jönni a távoli routernek. Valamit nem jól csináltunk. A mai szoportyút is a Windows 11 frissítése támogatta, de engedett localhosthoz kapcsolódni. Tegnap fölment egy nagy frissítés. És ez már reggel probléma volt, de aztán kihákoltam, de újraindítás után úgy tűnik újból előjött. Majd megnézzük alaposabban, egy a lényeg, most fel vagyunk csatlakozva, és 127.0.0.1, ugye mit mondtam, localhost interface, és nyomjunk rá egy connectet, és ha minden jól megy, most akkor be fog jönni a távoli router. Pa-pa-pa-pa! Íme, és itt a távoli router, gyönyörűen láthatjuk. Hát most én ennek az IP címét nem mutatnám meg, hogy tényleg a távoli router, mert egy fix IP címes, és egészen eddig erre volt szó, hogy rejtegetjük. De hát most itt éppen látható, hogy fekete listákban mit gyűjt. Ez is ugyanaz a harc a robotok ellen mikrotikkel című videó témája, hogy gyűjtögeti a fekete listára az eszközöket. Tehát így működik Windows alól az elérés. Na nézzük Linux-al. És már itt vagyunk a jó öreg Debian-nál, bár ez most éppen a 11-es változat. Nyitunk egy terminált. Na hát én leginkább így szoktam egyébként szuttyogtatni. A laptopon is ugye van Windows, mert ügyfeleknél kénytelen vagyok, de ha szerverhez nyúlok, akkor mindig indítom a rajta lévő virtuális gépbe lévő Debiant, azt mindent onnan szutyolok. Szóval, itt a klasszikus SSH parancsot fogjuk használni, ami így néz ki. Így. SSH, hát itt ugye
próbáljuk életben tartani a kapcsolatot, hogy ne pusztuljon el közben, megadjuk a portot, megadjuk a gépet, aminek a portját továbbítani szeretnénk, azt is, hogy mely portra adjuk ezt a továbbítást, majd a felhasználónév, mint egy muslica, nem ezért legyeztem, és a saját szerveremnek a neve, ugye ez a saját szerverem.kp. Tehát így néz ki ez a parancs, nyomunk rá egy entert, itt is kérjük a jelszót a kulcshoz, így sikeresen beléptünk, és hát én itt is nyomok egy topot, mert az is segít fönntartani életben a kapcsolatot. Látható, ugyanaz a szerver, 787 napja vagyunk kapcsolatban, és valahol a letöltésekben én letöltöttem ide egy Winboxot, itt is van, hiszen Linuxon is lehet futtatni a Winboxot, némi rásegítés előtt látható Wine-nal, azt mondjuk, hogy oké, okay, induljon el, ugyanazt a 127-es IP-t adom meg neki, 127.0.0.1, és nyomunk egy connectet. És ugyanazt a routert kaptuk meg. Tehát így érem el a routereimet, ezt szerettem volna megmutatni, mert ezt már többen kérdezgették. Ez a megoldás. Sziasztok. Ja, hát meg van olyan VPN ezek, de ez a gyakoribb. Tehát ott meg aztán sok mutogatni való nincsen, belép ilyen, ezt majd egy helyi címhez csatlakozok a Winboxra, tehát ennyi.